Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Január elején jelent meg a közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak című RRF kötője 10.10.1 kötője 24 kódszámú pályázati felhívás, melynek keretében hazai gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások járművenként 2,84 millió forint visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek. Ennek a részleteit fogjuk most végigbeszélni, megnézzük a komoly főbb feltételeket, valamint azt is, hogy az egyes forgalmazók hogy készülnek kielégíteni az értelemszerűen megugró igényeket. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán kezdünk is! A kitöltőprogram 2024. február 1-én reggel 9 órakor élesedett, de a támogatási kérelmek benyújtása csak 2024. február 5-én 5 órától lesz lehetséges egészen 2025. március 31-ig. Ez egy egészen furcsán hosszú időtartam. 30 milliárd forint érkezik, mindez 7500 autóra lenne elegendő, hogyha 4 millió forinttal számolunk. De nem 4 millió forinttal számolunk, azt, hogy egy járműre mekkora támogatást vehetünk fel, azt hozzákötötték az autó nettó vételárához, valamint a bruttó akukapacitáshoz. Tehát, hogyha mi autónk olcsók 11,5 millió forintnál, valamint kisebb az akkumulátora, mint 41 kWh, akkor csak 2,8 millió forintot kaphatunk. Hogyha az autónk akkumulátora 41 és 59 kWh között van, de 14 millió forintnál nem drágább, még egyszer mondom nettóban, akkor már 3,6 millió forintot igényelhetünk. Ellenben, hogyha az akkukapacitás több mint 59 kWh és az autónk értéke nem több 20 millió forintnál, akkor 4 milliót igényelhetünk. Nagyon hasonló a helyzet, hogyha kis haszongépjárművekről, kis teherautókról, kis buszokról beszélünk, csak értelemszerűen ott a vételár ugrások azok 17, 22 és 25 millió forintnál vannak, az akkumulátor kapacitások pedig 49, 49, 74 vagy 74 kWh fölött. Hogy hány autóra pályázhat valaki, az a vállalkozás méretén múlik. 9 alkalmazottig 1, 10 és 49 alkalmazott között 5, 50 és 249 alkalmazott között 10, 250 fő felett pedig 16 autóra lehet pályázni. Értelemszerűen egy pályázó 2,8, valamint 64 millió forint között pályázhat. Ha már korábban megvették az autót, akkor is lehet pályázni. 2023. november 1-től saját felelősségre elkezdhette az ember a projektet, de nagyon-nagyon fontos, hogy 2023. december 9-nél nem lehet régebbi a forgalomba helyezés. És az is nagyon fontos, hogy az autónak 20 hónapon belül tulajdonba kell kerülnie, de legkésőbb 2026. április 30-áig. Tehát meg kell vásárolni az autót, élni kell a lehetőséggel. Ez leasing szempontból lehet aggályos, de most már erre is van megoldás ilyen rövid időtartamú leasingre. A jármű nettó ára nem lehet több, mint a vállalkozás utolsó lezárt üzleti évének nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozó esetén a bevétele, de ne felejtsük, van nettó felső értékhatár, személyautónál 20, teherautónál 25 millió forint. És amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, egyszeri záró elszámolást követően a projekt fizikai befejezése után utófinanszírozással folyósítják. Tehát kifizeted az autót, akár egy összegbe KP-ra, akár leasinggel, és amikor ez megtörtént, akkor utána állambácsi utalja neked a támogatást. Ez egy kockázat. Nem olyan rég beszélgettem például napelemes cégek szakembereivel, akik azt mondták, hogy a 100%-os napelem támogatás után a cégek még mindig várják sok esetben ennek az összegnek a folyósítását. És ugye láttunk már olyat, hogy menet közben hogy nem megváltoztak a feltételek, tehát ez eltagadhatatlanul valamiféle kockázatvállalással jár. Egyes forgalmazóknál amúgy lehet előszerződést kötni. Szerződsz, pályázol, és csak akkor veszed meg az autót, hogyha nyersz a pályázaton. Ezt a forgalmazó vagy meg tudja oldani, vagy nem. Ahogy körbekérdeztem, inkább abban az esetben van rá lehetőség, hogyha a forgalmazónál az igényelt autó, amit meg szeretnénk vásárolni, esetleg nagyobb tételben elérhető adott extrákkal, tehát egyenfelszereltséggel elérhető, ez mondjuk keleti autókra jellemző, ott ugye nincsen konfigurálgatás, hanem felszereltségi szintek vannak, vagy pedig kis haszongépjárműveknél jellemző, tehát hogyha az autó van készleten, és nem vállal kockázatot a vásárlástól való visszalépéssel a forgalmazó, akkor még ezt is meg lehet tenni, hogy te csak akkor vásárolod meg az adott autót, hogyha megnyered a pályázatot.
kockázatot. Van egy csomó-csomó kizáró tényező, amit most nem kezdek el felsorolni, azért, mert 4 óra hosszú lenne a videó, de például azt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy azok a vállalkozások, amelyeknek a tevékenységei között szerepelt korábban kölcsönzés vagy kereskedelem, azok csak akkor pályázhatnak, hogyha ezek a tevékenységek legkésőbb 2023. december 8-áig már törlődtek a cégjegyzékből, nyilván ezzel a nyerészkedést próbálják meg elkerülni. Ugye az is hozzátartozik a dologhoz, hogy bizonyos konstrukciók esetén, például nagyértékű autóknál nyílt végű leasinggel ugye visszaigényelhető az áfa, ami már közel van a pályázatban elnyerhető pénzhez, tehát aki nagyobb értékű autó tókkal számol, annak lehet, hogy érdemes erre átnéznie. Fontos szempont még az is, hogy az autót 3 évig, de legkésőbb 2027. december 31-ig minimum meg kell tartani, és addig teljes körű kaszkót kell fizetni. Érdekes gazdasági kérdés, hogy van-e értelme a támogatásnak, hiszen ilyenkor az állam új pénzt tol a rendszerbe, ahelyett, hogy mondjuk áfa kedvezményt adna a villanyautó vásárlás után, mellesleg ennek lenne egy olyan előnye is, hogy garantáltan csak az jutna hozzá a kedvezményhez, aki amúgy adózik. Nem kerül új pénz a rendszerbe, nincs piactorzító hatása. Ez egy érdekes kérdés, írjátok meg, mit gondoltok. Körbe kérdeztem néhány forgalmazónál, hogy milyen az érdeklődés, vagy hogy készülnek-e esetleg hozzáigazított akciókkal a támogatáshoz. Elsőként a Hyundai-t hívtam föl. Ott például azt mondták, hogy sokan beleestek azok, akik még például a kifutó konából vásároltak. Volt egy készlet, hogy ki kellett most szórni, mert megérkezett az új kona. És volt egy olyan modell, amit 65,5 kWh akkumulátorral 11 millió forintért árultak. Erre simán meg lehet igényelni a 4 millió forintos támogatást, ugye, hogyha valaki december eleje után helyezte forgalomba az autót, és akkor van egy 65,5 kWh villanyautóra 7 millió forintért. Azért az nagyon jó díl. Na most nyilván ezek az autók már elfogytak, de nagyon érdekes támogatási szempontból az új Kona, az Ioniq 5, az Ioniq 6, ezek ugye mindegyik nagy akkumulátoros autó, mindegyik jogosult a 4 milliós támogatásra, amennyire megtudtam, az Ioniq 5 az egyik legnépszerűbb modell. És a 3,6 milliós támogatás az a kis akus belépő Konához is elérhető, ez egy 14,5 millió forintos autó. A Fordnál már ugye készülnek az Explorer értékesítésére, ez lesz ugye a Volkswagen alapú Ford villanyautó, de amúgy a Mach-E-ra és a Transit-ra kifejezetten nagy az érdeklődés, mindegyik Mach-E ugye az akkumulátor méretből adódóan a 4 milliós támogatásra számíthat, ugye ennél kisebb akkumulátorok ugye nincs, és ami most állítólag jó díl lehet, az az LFP akus, 68 kWh-s Mach-E, ennek 19,9 millió forint most a listára. Erre jön még egy kis flotta kedvezmény, tehát ilyen 15,7 millió körül lehet megcsípni, hogyha valaki megkapja a támogatást. Amúgy az Explorernél majd lesz kisebb akkumulátor. A Volkswagennél is nagyon felerősödött az érdeklődés, az ID3-ra, ID4-re, ami a leginkább népszerű, az ID7 drágább, de vélhetően azért arra is rányúlnak majd páran. A korábbi támogatásoknál is az elérhetőbb autók mentek, most is ugyanez a helyzet, ezt sikerült megtudni a Volkswagentől, és van egy Prime csomag, ami a Life-on, tehát a legalacsonyabb felszereltségen alapszik, viszont néhány nagyon hasznos és villanyautók esetében drága extrát még beledobtak ebbe, és erre még rájöhet a támogatás. Az EV-knél most már az egyéni vállalkozók is amúgy kapnak vállalkozói kedvezményt, ami eddig nem volt. És ugye az elején szó volt a leasingről, hogy eleinte nem is nagyon létezett olyan leasing opció, hogy 20 hónap. Na most a Porsche pénzügyi csoport ma, azaz a felvétel napján, február 1-én bejelentette, hogy 18 hónapos zárt végű leasing konstrukciót kínál, de a támogatás összegét csak akkor folyósítják, ha a tulajdonba került az autó, vagyis 18 hónap múlva. Viszont legalább van 18 hónapos leasing. És felhívtam a BID-t is. Itt sok kereskedő már kötött olyan szerződést, amely engedett későbbi módosítást, hiszen tudható volt, hogy ez a pályázat majd hamarosan érkezik. És a BID az nem nyúlt az áraihoz, hiszen ők már eleve olyan versenyképesek, annak érzik magukat, és nyilván azok is, hogy úgy érezték, hogy nincs szükségük kampánymodellre. Készletről dolgoznak, nem gyári rendelésről, nem Kínából jön az autó, hanem a Benelux központból, vagy a hazai központból 1-3 hónapos szállításokat tudnak vállalni, de vannak olyan modellek, amik hosszabb idő után érkeznek, csak meg felszereltségtől függ, esetleg speciális színtől függ. Van, amire akár 6 hónapot is várni kell.
A Tesla egy nagyon érdekes kérdés, ők ugyanis nem adnak ki adásvételit, ugye ez az Order Agreement létezik, és biztosítottak róla, hogy február 5-éig frissülni fog ez a papír, és ezzel már lehetséges lesz indulni a pályázaton. Minden 3-as és minden Y, ami nem haladja meg a nettó 20 milliót, az beleesik a támogatási tartományba, és mivel nagyok az akkumulátoraik, ezért kérhető rájuk a 4 millió forint. Az Y egyértelműen a legnépszerűbb a betérő érdeklődők körében. Sokak számára viszont visszatartó, hogy nincs előszerződési lehetőség, tehát itt az ember rendeli az autót, kockázatot vállal, aztán vagy megkapja, vagy nem. Ha kipörög ez a támogatás, és felhasználják a teljes keretösszeget, amiről nekem nem nagyon vannak kétségeim, akkor még 4 millióval számolva is, ez legalább 7500 autóra elég. Ez csak a támogatással több eladott autót jelent, mint tavaly egész évben Magyarországon. Ez, amikor ezek az autók majd 3 év után bekerülnek a használt piacra, durván le fogja nyomni az árakat, és ehhez még hozzájön az is, hogy a Tesla árvágása után most a többi gyártó is olcsósítást tervez, ez még ugyan kérdéses, hogy mekkora mértékben. Tehát ne felejtjétek, a kitöltő program 2024. február 1-én reggel 9-kor már elindult, de a támogatási kérelmek benyújtása csak 24. február 5-én 17 órától lesz lehetséges. Írjátok le, hogy mit gondoltok, mi pedig hamarosan folytatjuk. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan találkozunk.